Újabb átfogó vizsgálatot indított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az úgynevezett kettős élelmiszerminőség kimutatására. Összesen 280 olyan terméket hasonlítanak össze, amelyeket Magyarországon, Ausztriában és Németországban ugyanolyan márkanéven forgalmaznak. A vizsgálat azt akarja kideríteni, hogy a nyugat-európai élelmiszergyártók hátrányos helyzetbe hozzák-e a magyar fogyasztókat azzal, hogy eltérő vagy gyengébb minőségű élelmiszereket készítenek a magyar piacra. Ez ugyanis elvileg tilos. Tisztítószerekkel a kezében érkezett haza pénteken ez a zalaegerszegi férfi, gyorsan be is indított egy mosást. Ausztriában volt vásárolni. A mosóport és az öblítőt évek óta a határhoz közeli osztrák boltokban szerzi be. Azt mondja, itthon ugyanezek a termékek sokkal rosszabb minőségűek. Első pillanatban tapasztaltam azt, hogy amikor ezekkel a mosószerekkel, tisztítószerekkel, öblítőkkel mosok, sokkal lágyabb, illatosabbak a ruhák szekrényekben, és érezhetően, hogy hetekig jön az illat. Csoki puding. Bevásárolt Ausztriában ez a mosonmagyaróvári nő is. Naponta ingázik, a legtöbb élelmiszert ott veszi meg. Szerinte nem csak összetételben van nagy különbség. Bizonyos termékeknél az árak eltérőek, tehát mondjuk az ausztriai olcsóbb, a magyarnál, meg van, amit ízre jobban szeretünk mi az ausztriai termékből, mint a magyarból. Az ételízesítő sósabb, a kakaópor ízetlenebb, a leveskockából a természetes fűszerek, a halfiléből a hús, a vajas kekszből pedig a vajtartalom hiányzik. Csak néhány különbség azok közül, amelyeket a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal is megállapított. 2014 óta folyamatosan vizsgálják azokat a termékeket, amelyeket ugyanazzal a márkanévvel árulnak Magyarországon, Ausztriában vagy például Németországban. De nem csak hazánkban született ez az eredmény, Szlovákiában és Romániában is, ezért hazánk a visegrádi országokkal közösen az Európai Bizottsághoz fordult, és el is érték, hogy kiadjanak egy közös uniós irányelvet, amely szerint tilos a kettős minőség, vagyis nem lehet más minőségű termékeket szállítani a kelet- és nyugat-európai piacokra. A NEBIH most újabb átfogó vizsgálatot indított, hogy kiderítse a multinacionális élelmiszergyártók betartják-e az előírásokat. 280 terméket hasonlítanak össze a következő hónapokban. Hús, tej, gabona, sütő és édesipari cikkeket, üdítőitalokat, különféle tartós élelmiszereket. Az Európai Unió a kutatási központja által kidolgozott módszertant követjük, amely szintén hasonló, mint az eddig megszokottak. A jelölés ellenőrzése után érzékszervi bírálat történik a laboratóriumokban, amelyeknek a célja, hogy megállapítsa, hogy a különböző országban forgalmazott termékek egyformák-e. Amennyiben nem, akkor megpróbáljuk analitikai vizsgálattal a különbséget számszerűen, mérhetően meghatározni. A hivatal az ellenőrzésekbe bevonja az előállítókat, tájékoztatja őket, ha eltérést tapasztalnak a termékek között, és javaslatot is tesznek arra, hogyan változtassanak a receptúrákon. Erre egyébként korábban volt már példa. Az egyik édességgyártó azonnal egységesítette a több országban is forgalmazott mogyorókrém összetételét, miután kiderült a probléma.